Több mint 30 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők a csütörtöki közgyűlésen. Ezek közül az egyik legnagyobb vitát kiváltó az Éjjel-Szekszárd frakció által vezetett Kulturális Bizottság alelnökének azzal kapcsolatos beszámolója volt, hogy milyen eredményre jutott az a vizsgálat, amelynek azt kellett volna kideríteni, hogy fordulhatott elő, hogy Bomba Gábor a saját frakciójuk elnöke, valamint Csötönyi László hónapokon keresztül követtek el jogsértést, mert köztartozásuk volt. Ez pedig egy képviselőnek tiltja a törvény. Az ülés elején Illés Tamás kezdeményezte, hogy a témáról zárt ülésen a nyilvánosság kizárása mellett tárgyaljanak. Személyes adatok szerepelnek ebben, személyes adatok védelme érdekében ezt a két napi rendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. A jegyző viszont azt mondta, nem lehet a nyilvánosságot kizárni, akkor, amikor az Éjjel-Szekszárd két tagja által elkövetett jogsértésről tárgyal a közgyűlés. Végül a beszámolóban Illés Tamás arról beszélt, hogy a bizottságuk által végzett vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy szerintük nem jelentős súlya a Bomba Gábor és Csötönyi László által elkövetett törvénysértés. Ezt önmagában nem tartjuk, vagy én a magam részéről ezt nem tartom egy főben járó bűnnek, azt kell mondjam, hogy bármelyikünk előfordulhat. A beszámolót végül az Éjjel-Szekszárd alkotta közgyűlési többség meg is szavazta. Ács Rezső, a város polgármestere viszont azt mondta, szerinte elfogadhatatlan, hogy a többségi frakció vizsgálata megpróbálta elbagatelizálni azt, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai hónapokon keresztül megszegték a törvényt. A polgármester ezért a kormányhivatalhoz fordul, hogy hivatalos állásfoglalást szülessen, mások mellett arról, törvényesek voltak-e az eddig meghozott közgyűlési döntések, és hogy szabályosan vették-e fel a tiszteletdíjukat a jogsértést elkövető Bomba Gábor és Csötönyi László. Nem voltak illúzióink tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy a közgyűlés ezt így fogja majd elfogadni, bizottság így fogja majd elfogadni. Én nem szeretném egyba hagyni, én azt gondolom, hogy ez nagyon komoly kérdés, hiszen a következő hetekben még erről fogunk többet beszélni. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek mindenféleképpen példát kell mutatnia. Szintén heves vitát váltott ki a közgyűlésben az Éjjel-Szekszárd frakció által kezdeményezett költségvetés módosítás. A többségi frakció ugyanis a közösségi médiában folyamatosan bírálta a polgármester által a veszélyhelyzet alatt elfogadott büdzsét. Ennek ellenére június vége óta, amióta megszűnt a rendkívüli jogrend, mégsem kezdeményezték annak módosítását. Tehát lássunk tisztán, hogyha komolyan gondolták volna, akkor az elmúlt 3 hónap elegendő lett volna a költségvetésnek a módosítására. Arra talán emlékeznek, hogy tavasszal tél végén, amikor el kellett fogadni, akkor hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül a többség nem fogadta el a város költségvetését. Pedig a költségvetés megléte feltétele annak, hogy egy önkormányzat például pályázatokon indulhasson. Kivonultak a közgyűlési teremből a zárt ülés alatt a Fidesz frakció tagjai. Ekkor még nem lehetett tudni pontosan melyik napi rendi pont miatt. A frakció vezetője a zárt ülés részleteiről ugyanis nem beszélhetett. A zárt ülésre vonultunk ki, tehát részleteket nem mondhatok, de a közgyűlés olyan szintű személyi kérdésbe fogott vele, amihez nem kívántunk, azt hiszem, nem veszünk részt ebbe a munkába, tehát ebbe a közgyűlés munkába nem tudunk részt venni, kivonultunk. Később kiderült, mi okozta a kormánypárti képviselők felháborodását. Az Éjjel-Szekszárd frakció ugyanis kirúgta Zsikó Zoltánt, a Babits Mihály Kulturális Központ vezetőjét, a helyére pedig a tavalyi önkormányzati választáson az ő egyéni képviselőjükként induló, de a választást elveszítő Mácsik Henriettát nevezték ki. Ács Rezső szerint ez a gyakorlat egyet jelent azzal, hogy az Éjjel-Szekszárd a saját embereit hozza jól fizető pozíciókba. Elindult a klientúra kiszolgálása, ez nem először jelentkezik tulajdonképpen, hanem családokat is fizetnek ki, most hadnom mondjam, majd későbbiekben valószínűleg erre vissza fogunk térni, de egyértelműen látszik az, hogy aki képviselő jelölt volt, mindenmilyen szakmai kompetenciákkal bír, mindegy, hogy érte hozzá vagy nem, mindenféleképpen helyzetbe akarják hozni, hogy ennek mi az ára, hogy tönkre megy a város, hogy tönkre mennek az intézmények. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Mások mellett kíváncsiak lettünk volna arra, nem tartják-e aggályosnak, hogy a saját korábbi képviselőjelöltjüket nevezték ki a helyi kulturális központ vezetőjének. Mint ahogy azt is szerettük volna megtudni, miért kellett a veszélyhelyzet megszűnése után hónapokat várni, hogy benyújtsák a költségvetés módosításukat, miközben folyamatosan azt kommunikálták, hogy a polgármester által elfogadott büdzsé nem jó. Bomba Gábor viszont egyetlen kérdésünkre sem válaszolt.